Halljam, mondd ki! Bácsi! Hangosabban, nem hallom! Fogjuk küzni ezt a remek játékot. A régebbi időkben már volt egyébként stream, amikor ez a játék még nagyon kezdetleges időszakban volt, viszont ugye azóta rengeteg minden történt, meg rengeteg átalakításon ment keresztül a játék, úgyhogy most már van benne a karácsonyhoz fűződő dolog, meg egy csomó új építkezési elem, meg egy csomó új kreatúra, úgyhogy kicsit megkukkantjuk a mai streamben, hogy milyen. Úgyhogy váltok képet, hogy nagyobban lássátok a balhét. És akkor neki indulunk felfedezni itt a dolgot. Látom, hogy itt meg most pont ott lesz rossz helyen a fejem, ahol amúgy van most. Úgyhogy akkor az gyorsan átalakítom, hogy a buksimat azt szépen lássátok. Illetve hát alapvetően a lényeg az, hogy a mapot is lássátok. Áthúzom itt a kamerát, és akkor csapjunk bele. Szia, Umpa Lotari, üdv mindenkinek, aki nézi a streamet. Hello! És akkor nézzük, hogy mi a dolog lényege. Ugye építettünk egy ilyen kis vikillót Martinnal. Hát, maybe kicsi, amúgy nem kicsi, de ahhoz képest, amekkorát lehetne építeni, ahhoz képest valóban kicsi, és ahhoz képest egy kicsit még lehetne rajta bővíteni, azonban tulajdonképpen nekünk bőven elég kettőnknek ez a dolog. Ugye vannak itt ládák, amikben már gyűjtöttünk össze kaját, piát, meg egyebeket, illetve, ha jól emlékszem, de javíts ki, Martin, hogyha nem így van, akkor Eiktírt, az első boszt, a szarvast le is nyomtuk. Az megvan, igen, igen. Szóval ennyi, úgyhogy most az lenne a feladat, hogy egyrészt megtaláljuk az ősöregnek a helyét, hogy merre van az ősöreg, a második boss, másrészt pedig gyűjtögetni kéne cuccokat, meg mi egyebek. Ugye itt láthatjátok, ebben a ládában már vannak bronz cuccok, ugye még az Early Access alatt, amikor összegyűjtöttünk egy-két cuccot, akkor volt lehetőségünk arra, hogy ezeket megtartsuk, és hát igazából ezt követően meg is maradtak a cuccaink, úgyhogy van egy-két dolog, ami olyan, hogy megmaradt, meg van, amit elvesztettünk, de a bronz cuccok, ugye mivel újra kezdtük az egészet, ezért hát gyakorlatilag nem tudnak működni most, hiszen mindennek van egy ilyen hát, hogy is mondjam, ha elhasználhatósága, vagy hát használati időtartama, és hogyha az elfogy, vagy túl sokat használjuk az eszközt, akkor meg kell javítani, de itt a javító padnál, vagy munkaasztalnál sem lehet mindent megjavítani, csak egy-két dolgot, úgyhogy ebből a szempontból nehéz pillanat, türelmet kérek tőletek. Kutya! Ne harapjad a kurva gumit! Hát igen, elhozhatom, azért nem olyan, hogy konkrétan kaparja a keret. És azért nem szeretnék defektet kapni, ami nem durva gumia van. Durva gumia van, durva kell üzeje, körme. Na, nézzük akkor tovább, bocsánat, csak közben a kutya itt csintalankodott és meg kellett moderálni, mert olyan dolgokba ástál bele a körmeit, amiben nem kellett volna. Itt egyébként vannak mézek, méhek, mézek, méhes mézek, lépes méz. Ja. Szerintem induljunk el erre felé. Ja, hát követlek aztán. És aztán meglátjuk, hogy ez a ping ez meddig villogott, mert akkor nem rakok jelet is, meg pinget is. Menjünk a ping felé, és akkor megnézzük, hogy mizu. Én nem hallok játékhangot amúgy, mert nincs is. Most már jó. Vagy nem. Vagy nem, de az biztos.
Ja, hogy nem nyomtam rendbenre. Jó. Most már jó. Bocsánat, csak közben elfelejtettem rányomni, hogy leokézom a beállítás módosítást. Na, itt van bokor. Most azon kívül kapargatom a bokrot, itt mi történik? Ez a izé. Ki az apa kicsi bokra? Szia, bokor! Yeah. Eltűnt a ping. Gondolom egy ide után eltűnik. Lődarázs? Nem, de lőláda igen. Lőláda van? Lőláda van, úgyhogy kiszedtem, ami benne volt. Nagyon jó. Ez szó szerint egy kőbuli. Where is the ping? Arra van. Lóra is meg ki is írja, hogy ping. Közben meséljetek, hogy vagytok, hogy telt a hét. Már a közepén mindenki túl van. Ez a szerda délután van, úgyhogy lassan már mindenki újra pihenni tud, és talán befejeződik a munka. Így a mai nap folyamán, úgyhogy remélem, hogy mindenki pihen majd egy kicsit. Egyébként üdv mindenkinek, remélem jól vagytok és minden rendben veletek. Lő malacka. Ő vele meg kell harcolni. Lecsaptam. Lesz belőle hús. Úgy, meg hogy ez bőr is, hogyha úgy van. Hús és bőr, amit meg föl tudunk használni, ugye a bőrt különböző ruhák meg ilyenek gyártásához. Közben egy kis fát is gyűjtünk, mert azt az essene már. Gemba. 50 fánk van össz-vissza amúgy. Mondjuk azért nem olyan sok, de... Halló? Hallottam morgást. Ki morog? Hol morog? Miért morog? Hogy egy olyan nagy és kék bácsi. Olyan nagy kék bácsi ne jöjjön. Most nem elmondom, de van nálam izé. Így megnyíl is, úgyhogy annyira nagy katasztrófa nincs. Bár a mezőn nem nagyon van, az inkább így az erdőben van. Erdőncs mezőn. Nézzünk körbe kicsit, itt is van egy ládikó. Kiszedjük belőle a szajrét. Hát nagy bácsi nincsen, de olyan kicsi bácsik jönnek. A kolom, szeretném megkérdezni, hogy mi a tajszámod? Hagyjál még kibe. Mondd a tajszámot, te szemét. Ennyi. Pusztusz! Nagyon jó, pusztult, meg volt, meg pusztult. Itt is van ládikó, azt is kifarmolom. És akkor elvileg itt meg is vagyunk, és mehetünk tova. Innen, itt van, ja nincs, azt hiszem itt van egy dungeons. Ez réz. Ez réz lesz, nem? Mindjárt megnézzük. Pépé. Nem, ez nem csak sima kő. Nem, ez sima kő. Valaki dobál. Melyik sutyó volt az? Kettő is. Kettőt is lehet. Hogy? Mozgott brigadéria. Kapták. Elvettétek a drágaságot tőlünktől. Mozgott kis hobbita. Egy rossz minőségű vas. Szarvas, igen. Kettő is van belőle. Halló? Hirtelen köd lett. Félek. Törpfagy. Törpefagy. Fatjú. Fatjú? Fatjú. Weaver, Weaver, Fatjú. Kutya! Nem állsz fel a polcra! Nem bír magával a blökk. Nem. Felfedezte, hogy lehet állni is, most már nem viselkedik. Ez micsoda? Ja, ezekre ilyen történetek vannak írva amúgy.
Ja igen, féljek a szarvastól, akkor az Eiktírhez vezetne amúgy. Igen, igen, igen. Ha nem lenne felfedezve, akkor az Eiktír táblája lenne, és ő vele tudnánk találkozni, de most nem számít. Az ő ős öregét, azt összem izébe lehet megtalálni. Ilyen dungeonbe például. Jönnek az izék, a malaszkák. Tudom, egyet én is megöltem most. Igen, azt hallottam én is, hogy jönni. Hogyha kell kaja, szóljál, mert itt a málnákat én aktívan gyűjtöm. Van nálam. Ja, jó, oké. Okay. Tettem össze még otthon. És akkor annyi baj legyen. Szia Tasli, hello, hello. Banzai, banzai. Közben egyébként a YouTube csatornámra fölkerült a szerverrel kapcsolatos, RP szerverrel kapcsolatos VOD, úgyhogy ha valaki nem látta volna azt a streamet, akkor meg tudjátok nézni, az RP szerver pedig elrajtolt, úgyhogy lehet jönni tesztelni. Malacok szerver. Vannak itt, nem is kevesen. Malacka! Mici macskó! Szevasz, te malac! Kapta halt. Kapta kalt. Csüssünk malachúst. Nálam is van 4 darab. Akkor rakok le ilyen üzét, meg szedek szedek állványt, és akkor... Fe. Tettem föl húsit. Láttam ezeket, süsd ki magadnak, aztán én is Zsuzsika. Kis Zsuzsi. Zsuzsika. Zsuzsi nincs itt, ő most sajnos nem ért rá. Várunk, amíg a gurmé finomság elkészül. Tűzön páró csonka lesz a mai recept, egy kis fahéjjal és kurkumával. Ja, meg egy kis citromma. Így van, meg narancsa. Zsarancs. Az a zsarancs, hogy legyen egy parancs. Mi vagy te, Vándor cirkusz? Ugri-bugri. Ó, most erről az jutott eszembe. Micsoda? Ugri-bugri. Yeah, az ugra-bugra fogyaték. Igen, igen. Addig még sütsz itt, körbenézek. Jó, úgyis látlak a térképen, hogy hol vagy. Igen. Nem megyek messze, csak... Addig megnézem, hát ha itt vannak még rajongók. Lajongók. Lajongók. Több felegében jönnek a lajongók a pápa érkezésére. Halló? Jó napot! Jó napot kívánok! Katornázási művek? Kicsit beáztunk. De ki az a Bea? Hát én nem tudom, csókolom. Ón kell, nekünk kell. Micsoda? Ón. Ón az mindig kell. Akkor szedek, mert itt van. Egyéb iránt, ón érts. Ón érts. Zsón érts. Kapaszkod a bulit, te sem valakik dobálnak. Melyik paraszt az? Gyere ide! Jaj, várjál, ne kalapácsa is. Az építkezés kalapácsa kezdtem elütni. Anyátokat dobáljátok meg üstöges. Cseves. Úgy egy megvan, kapta halt. Éppen egy meghalt, hat. Offos. Klofos a szituáció. De ki mondta, rakd el, mondd meg. Elrakta izé. Ez itt nem on? Nem tudom, most azzal nem azzal voltam amúgy elfoglalva. Itt amúgy még van. Nyomd a gombot, tesó! Hopsz, össz, már nem akartam. Hűpsz! Látunk egy másik dimenzióban. Narnia, te vagy az? Hát ez az. Tumnus!
Csapjál csak agyon. Elfogyott a zón. Az volt a tervem. Valamit abból tudunk csinálni, amit fontos. Ónért, az fontos. Répamagok, azt is szedek, hát ha itt kertészkedni is akarunk. Hát ja. Csókolom. Jöttünk számolni a hangyákat. Ez izé... népszámlálás hangyákkal. Ez onnan előhely már megint, úgyhogy akkor itt is csapkodok egy kicsit. Milyen rendes ez a játék, hogy kiírja, hogy nedves vagyok. Most jöttem ki a vízből, öreg. Nem akarom izé... hogy felfogd, hogy mi a szituáció, csak gondoltam, elmondom, hogy persze, hogy nedves vagyok. Igen. Na hon jó. Kovakövet is szedünk, mert az kell a izéhez. Mennyi helyen van még? Ó, még van bőven. Ó, nagy súlycipelek. Ha, mert már miért? Hát a gondolod, adját nekem, mert nekem 450-et bír még akkor. Na, nézzék. Kidobtam a követ, az alapkövet. Az alapkövet? Az alapkövetelményt. Tessenek meg pusztulni. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Haló? Erre szerintem mehetünk tovább. Követ én is kidobom. Hát az most úgy is van annyi, mint a nyűg. Most 11 ón ércet szedtünk. Nálam annyi van. 15. Akkor egy 30-ast majdnem összekapartunk. Hát nem aztam úgy. Mellékesen. Kéne ennem még valamit, mert a karakterem még igényli a táplálékot. Mi ez a sok malac? Hát a gombák közelében van malac. Csókolom, ez itt az éves felvonulás? Szeretném megkérdezni, hogy van-e kedvezmény, meg elviter. Disznóhúst kérek elvitelre. Ja. Yeah. Nincs hely a leltárban. Nem baj, fölvettem én. Miért van nálam ennyi fákja? Mennyi van nálad? 2, 3. Minek annyi? Hát nem tudom, lehet most összeszedtem a ládába, adok egyet kölcsönbe, kéred, ezt meg eldobom. Fölveszem, hogy legyen nálam. Irányuljunk előre. Ott egy madár. Madár? Itt szön madár. Víz. Wasser. Kár, hogy nem gösszer, vagy valami hasonló. Ne, hát a gösszer az egy... Mi? Mi? Nem mondunk ilyesmit? Ugyanolyan... Jó, mint a hely nekem, amúgy nem. Nagyon finom, igen. Mondjuk azt, hogy jó és ízletes, és azzal szerintem nem jönnek a jogi képviselők. Nem rossz, de van nála jobb is, sokkal jobb. Ennyi. Hát nyilván mindennél van jobb. Ha várjál! Hát mire várjál? Nézni ez a pitypan kell. Nem. Az majd valamihez kell, ilyen színezőnek azt hiszem. Festékszínezés, ilyenek. Mindjárt majd csinálok a hajamra egy jó kis izé, szőkem elírt. Úgyis ki vagyok fakhúva. Halló? Nagy ez a terület és veszélye. A mocsár rosszabb. Tényleg, az extrém hely volt, emlékszel? Hogy nem emlékeznék, a hajóval nekiálltam körbe menni. Ott a draugerek jöttek, azt hiszem, és azt nagyon... Azok is. Nagyon beszívtuk, azt emlékszem. mennyiszer nekiindultunk amúgy. Visszaszerezni a cuccokat. Köszönöm szépen a hidratálási pontot. Umpalotari, illetve köszönöm szépen a 9-es csírt. Köszi mindenkinek, aki itt van, és aki hozzájárul a mai stream sikerességéhez. És még egyszer köszönöm a támogatásokat nektek. Na közben Rodeo, mert hogy
otthonunktól távol, nem lehetünk mától. Elnézést. Jó napot, lemerültek a lábaim, újat kéne. Van amúgy láb kiszállítás? Hogy biztos van. Jó napot kívánok, szeretnék kérni egy pár lábat kiszállításra a házhoz. Tudod, a Family Guy-ban van az, amikor a Stewie bekarmol és kérdezi, hogy joghurt kiszállítás van? Létezik olyan, hogy házhoz szállított joghurt? Halló, még egy kőtábla. Igen, teli has, teli vitorla, lándzsas súlya és egy dal az ajkadon, hadomoljon össze minden hegy, forjanak a tengerek, amíg csak só marad egy nagy, egy nappa-napon jól megélt életet jelent, mi? És hát mit jelent? Hát nagyjából semmit, köszönjük szépen. Mi? Amúgy mindjárt körbe megyünk. Ez az M0-ás körgyűrű, most épülsz meg. Ja, még le kell aszfaltozni. Így van. Az aszfaltozás várhatóan áprilisban lesz. Elfelejtettem az erdőbe fölvenni a maszkot, nehogy megtámadjon itt az Omikron. Halló? Dobálódnak ki a szemétládák. Ja, hogy azok visítanak? Azt hittem kék bácsi van itt. Nem, a kék bácsi az nem visít. Az csak jön. Az csak jön, nem szól semmi. Az csak határozottan megérkezik. Igen. Az a helyzet, hogy túl kép este van. Vagyis hát, esteledik. Igen. Lehet, hogy haza kéne találnunk. De hát nem lenne egy rossz ötlet. Ami... Erre van-e? Ehun van-e? Ott. Futás! De már úgyis erre jövünk, elvileg itt van a hullám. Egy előző napi adagból. Jön a fogadóbizottság. Jön a fogadóbizottság. Támogassatok minket! Húf! Gemba. Az a helyzet, hogy némileg kevés HP-n van, de mindjárt föltölt, mert ettem, ittam, jól mulattam. Na most az a kérdés, hogy itt át tudunk-e menni haza? Hogy nem-e víz van itt, mert ha víz van itt, akkor az némileg okozhat problémát. De hogy el tudunk menni, erre kell menni. Még mindig nem hagynak minket békén. Majd rájönnek. Mindig jönnek utánunk. Vadisznyó. Vadisznó. Tudod ez a... Vatizló fejet, vadisznó. Give me a húsi. Megfúrva mi kéne. Jajaj, sokan jönnek, mégse elegen. Meneküljünk! Jönnek. Dobjál mindenki a nadrágját. Mi? Beülünk a tengerbe háttábolni? Aha. Hát, ha jön a ízi a szerpent is, csak úgy meglátogat minket. Beszáll a buliba. Ennyi. Sponzi lesz. A mai streamet támogatta a szerpent. Húzza innen a vérbe! Utás! Ne, megtámadott egy röfi! Malacka, menjél vissza Mici Mackóhoz! Fázok? Na nem mondod, azt hittem melegen van. Kezdtem azt hinni, hogy melegen van. Úristen, nincs energiám. Ide be kellett volna vágni azt a izét, tudod, a... Bluetooth fülhallgatókból, ez a battery low? Igen, igen. Amikor ezt a hangot hallod, akkor tudod, hogy vége van a világnak. Főleg menet közben, amikor még van hátra az utazásodból, vagy 2 óra. Igen.
És belökő battery low. Oké, akkor Klárika légy szíves, most fogd be a szádat. Jó napot! Lányt, vagyis, hogy a főzőállomáson megpróbálok főzni egy kicsit. Hogy vagytok, srácok? Mondjatok valamit itt a cseten, igen, csendes hangulatban vagytok ma is. Mondjátok, hogy mi a helyzet veletek. Ó, jött egy látogató. Hallod, te csöves? Vagy szépen sütök, ne davarjál a sütés közben. Nincs nálad megfőzhető tárgy. Hát akkor én kész vagyok. Nálam... Akkor én nálam bemenjek azon melegébe megmelegedni. Ez méz. Cirke. Omlósz cirke. Omlósz cirke. Omlósz cirke. Jó. Itt van bőr. Ezt ide beteszem, meg van nálam egy szarvas bőr is. Trófea. Vaddisznó trófeja. Na, van már 18 darab bón bent. Nálam még van 11. Hoztunk még tollat is, meg van méhempő, vagy mi? Méhempő. Kavics. Lady Kavics. Fá. Ez egy fa, ez egy ház. Pezó is van nálam. Különös pezó. Mit hoztunk még? Magot. Van répa magból. 12. Tobi. Toboz. Az kaja. Hát akkor a vaddisznó trófát, meg ezt a cuccot betesszük ide, meg ezt így. Ez is jöhet ide, ez maradhat ott. Kaja szekcióba ezeket összetesszük egy helyre. Akkor ide még, ahova fér, beteszünk egy kis kavicsot. Így. Na. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy jó. Kohószer számtartó. Na várjál, mert most elvileg tudunk csinálni cuccot. Mi kell a kohóhoz? Úrfagy so. Magad biztos, hogy kell hozzá. Kell hozzá réz, szén, kő, meg fa. Hát ezek közül majdnem minden megvan, kivéve az, ami épület, nem, butor. Itt a karácsonyfa amúgy. Yule Tree. Lehet gyártani ajándékot is. Itt van a portál, ahhoz surfagymag kell, a védőkőhöz surfagymag kell. Kocsihoz szög. Érmerakás. Nagyon jó. És azt nézem, hogy a hanzistöt nem tudjuk lerakni. Szalukapa, azaz szerszámpolc, főzőállomás, kővágó. Hát nagyon nem. Valaki hallok, hogy nem bír magával. Ó, fújtató üllő. Gyere ide! És itt mit lehet? Munkasztalnál csinálni. Kőfejsze. Kalapács. Kapa. Igen. Mi kell a fejlesztéséhez a izének? Mit jár szembe jut? Ja igen. Az a tönk kell hozzá, meg még valami. Favágó tőke kell, az 10 kovakő, meg 10 fa, úgyhogy azt mindjárt lerakom. Hogy a cuccos le legyen itt fejlesztve. Mi nem vettem ki a kovakövet?
Nem csak apár. Jól van. Oda lehelyezzük, mert így kettes az asztal, és akkor annyival is jobb a szituáció. Ne, és akkor tűzkőfejszel. Akkor mit lehet itt csinálni? Trollbőr, sisak, aggancs, csákány, az rendben van. Pajzs, íjak, nyálkabomba, méregnyíl, mindenféle dolog, kőfejsze van egyébként most, úgyhogy az nem szükséges. Hát azt tudom, hogy az öregház majd a tűznyíl kell. Fejszéhez kova, kő kell, meg fa. Kell egy pár dolog majd. Amúgy. Kimegyek az ajtón. Nem megyek ki az ajtón, sötét van, engedjél be. Lefekszek inkább. Haladunk szépen lassan. A hős öreg. Hős öreg? Aha. A nős öreg. Akkor már értem, miért olyan mérges, jemény? Azt nézem, hogy mit tudnánk még letenni amúgy, a semmin kívül. Semmin kívül? Nem. Semmit? Hát azt igen, ezt mindenképpen, a semmit azt nagyon jól le tudjuk már rakni. Tovább kéne haladnunk, de mivel? Kéne... Izé... Kemence. Aha, de ahhoz meg fatymag kell. Igen, azt meg csak dungeonokban tudunk... Ójjaj... ...perezni. Hát ez dungeons lesz. Adok még ki valami kaját, mert... némileg kevesebb van most nálam. És ebben van kaja, hanem ebben. Akkor ebből kiveszünk ennyit. Akkor az úgy jó, ez nem számít. Én is veszek kaját. Ide be tudjuk rakni a fát, mert abból több van nálam, és akkor nem lesz olyan sok minden. Itt meg kidobjuk ezt a kő mennyiséget így. Szerintem akkor induljunk el valamerre aztán. Mondjuk itt valahol erre felé majd, csak nem tudok most jelölni. És hát átmenetileg tudtam, de valami ilyesmi. Ilyesmi útvonalon haladunk. Futás! Futás! Ennyi. Eszek még cirkét. A kománát, valamit eszek. Nőjön a stamina. Stamina, mina, az az. Jó irányba haladunk. Fusson mindenki, akinek két lába van. És akinek négy lába van? Hát az most nyugodjon meg fele. És a három lábból? Azoknak meg már előnyük van. Ők előnyből indulnak. Az. Van itt még gemba. Ez mi? Halló? Kiveszem, ami kell, illetve a fákját azt itt hagyom. Nagyon jó. Simogasson a bokrot, hogy... A csicshagyát.
Megint jött egy ilyen izé? Igen. Ez a kőkör, ne? Nem, itt valami más van. Itt is le lehet hívni Eiktírt? Hány helyen lehet-e lehívni Eiktírt? 86 és fél helyen. És minek? Az ősöreget adjad oda, tesó? Eiktírrel már nem tudunk mit kezd. Ez üres. De már kiköltöztek a lakók. Ez nem üres. Megnézem addig a hátsó. Rendben. Ó, itt van egy kis zsé. Valaki itt hagyta a pénzt. Aha. Nyugszik. Nyugszik, fekszik, nem katekszik. Így van. Üres. Lehetünk tova. Csontik. Itt egy dungeon. Csontik, jaj. Hát... Igen, itt lehet. Ez megcsapkodott. Egyet megöltem. Meghalt mind a kettő. Gyere csontikám, igen. Arra jövök. Szia! Apád! Hello! Kaptad. Ebből megyünk a dungeonbe? Mit gondolod? Nézzük mi van benne, rosszabb út se lehet. Emlékszel, amikor egyszer ezt mondtuk, azt egy troll volt bent? Igen, de az konkrétan egy troll barlang volt. Hát hangok azok vannak. Az a jó, hogy most rajtam van ez a láb. És... így azért. Miért boxoltam? Na mindegy, hát tulajdonképpen... Néha nekem is így fogja és így elrakja amúgy. Tulajdonképpen én ilyen kemény gyerek vagyok, úgy hallottam. Mert egy kicsit töltök HP-t. Jó. Na nekem is kell szerintem lassan. Töltsél, ha kell, azt megvárom. Mehetünk közben. Hüps! Jaszt ki. Gyere, Tibora! Kapta. Jó, arra még nem menjünk. Arra még ne? Előbb erre megyünk. Hűjj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 j
szemeljük szerintem. Szellem. Ja nem? Csapkodjad. Kurva! Adjál neki! Dögölj! Öcsön. Kulátusz. Az, meghalt. Gyűjtöm a surfagymagot. Jó, egy nálam is lett hirtelen. Nem tudom miért, de fölveszem a csontvált maradványt is, csak úgy vicc kedvéért. Csontkéshez vagy mihez? Valami csont. Oké, erre mi van? Ott is lesz majd valami. Erre, tudod mi van? Erre semmi. Nothing. Mehetünk a másik irányba. Innen látom, hogy ott van valami szembe majd. Ez itt üres. Üres. Hol üres? Szembe, aha. Szembe mehetünk. Ott van valami csúnya dolog. Menjünk el erre. És van egy ajtó. Aha. Aha, ez a spawn helyük. Másik oldalt is van spawn hely. Nem jó. Ujjjj. Mondjuk el egy tír erejét. Pusztulátusz.
Beljebb kéne mennünk. Azt akarok. Pont helyet el tudjuk vasalni. Jó, okay, megvan. Oké, kapta. Tedem a surfagymagot. Jó. Megnézem addig a ládát, mi van benne. Rendben. Zsé van benne, meg borostyán. Borostyán gyöngy. Várj, az egy surfagymagot, ami nálam van, akkor azt is odaadom. Jó. Mögötted is van egy. Oké. Okay. It's good. Mehetünk. Mehetünk. Kifele mehetünk, szerintem ennyi. A Dungeons. Ennyi volt? Aha, úgyhogy mehetünk hazafele. Akkor... meg tudjuk szerintem csinálni a kemencét. Maybe. Ahhoz azt hiszem 5 vagy 10 kell? Azt hiszem 5 darab. Hát most jelenleg van nálam 8. Szóval csak elég. Ha mégse, akkor majd nem tudom, valamit kitalálunk. Átcsoportosítjuk. Gemba. Közben jön mögöttem a fogadóbizottság. Húss. Húss. Anc, húss. Aha. Erdős mező. Erdős mező? Erdősös mező. Mindjárt ott vagyunk. Fejlődött a futás. Nagyon jó. Only good. Csokolom méhek. Ja, 5 darab izé kell a kemencéhez. 5 darab surfagymag, meg 5 darab kell a izéhez is a... az olvasztó kemencéhez, úgyhogy ha lerakjuk az égetőt, akkor tudunk égetni. Ja, izé, pát. Akkor kell izé, pát. Szén. Vagy lerakjuk az olvasztót, és izé, az olvasztóba szén kell. Igen? Igen. Az fulli szenes? Igen. Jó, hát akkor ja, csináljunk szenet, aztán szétszedjük, aztán csinálunk olvasztó. Azt hiszem. Azt hiszem. Gyorsan akkor kipakolok. Mik nálam vannak dolgok, hogy azért ne legyen nálam ilyen sok izé. Sok CUCC. Ide jön a bunda. Hezó. Jön a gyöngy. Van még hely? Jó. Akkor... akkor az égetőt lehelyezem. Nem, és azt mondom, borostyán azt... Ja, ide jó, megvan. Akkor vágok fát, hogy ne azt kelljen használnunk, ami van. Az is jó, vagy azt fotoljuk, ami van, és akkor azt, ami van most, azt berakom.
gyorsba. Hű, majdnem rám esett a fa. Hadd süljön. Hűjél! Adjad neki! Adagoljad a fájást. De is teszünk. Köbb rám a szenet. Itten vagyok, a széngyűjtőmester. Én vagyok a széngyűjtőgyűjtő. Állj már meg egy helybe. Jó. Na várjál, hol a másik felapának? Ja, itt van, jó, megvan. Jó kérdés. Megvan. Szén, 50 szén. Tü-tü-tü-tü-tü. Kis hidratálás. Addig. Hidratállás? Hidratállás. Lady Hydration. Köpjed a szenet. Melyikben kell a fa? A hátsóban van, a sarok mellett. Harok melletti buli van. Sarkant jó. Ültem a földön és úgy raktam be a szenet. Vagyis a fát a izébe. Égetőbe. Egyikbe sincs úgy fa, vagy nem tudom. Mindegy, berakom ide azt két. Hát itt baba kukac. Sorry, hát haver, nyomd a gombot, tesó. Felállok. Van méz. Van még méz. Meg még only méz. Only méz. Méz itt te vagy? Már jár, csak valamit kitaláltam. Lehet, hogy hasznunkra lehet. Micsoda? Amit kigondoltam. Így. Ja, a nyírfasz túl nehéz. Igen. Hát szóljál neki, hogy fogjon le, vagy nem tudom. Túl nehéz. Jó, így gyűlik a szén, addig tudunk fát vágni. Mindjárt elmentődik a világ. Hölgyeim, uraim. Hopp. Semmi baj, majdnem rám esett. Jó, az nem baj. Ennyi? Mit számítasz? Egy fa. Yes. Hüpsz, volt egy kis a drippy-droppy.
helyes. Nagyon jó. Hücs. Oké, gyűjtöm tovább a szenet. Oneli szén. Teszem valahova. Ahova a hely. Beteszem ide a kövesbe. Fákat meg elviszem. Adagolom neki a cuccot. Csinálunk jó sok mennyiségű cuccot. Idővel elmúlik. Micsoda? Már hogy túl nagy súlycipelek, aztán itt szenved tőle a karaktere. Ja. Nem sokára már jó lesz. Betesszük itt a kemencébe majd a fát. Nyíl. Hozzak még fát? Hát most van amúgy elég sok még. Akkor még várok vele. Aludjunk egyet reggelig gyorsba. Addig még kiég a szén. Én is kiégek. Én is kiégek. Az igen. Mintha ízét tűzi játékoznának szilveszter olyan hangból. Vagy gyűv. Na. Hát a szén az kiégett. Na. Hát aludni kell, és akkor hamarabb kiég a szén. Ezek szerint? Azon. Haladok. Így van már egy 50-es stack. Szénből? Mhm. Uh-huh. Na, az már haladás. 50-es szén. Haladás. Haladás. Halad ne ásson semmit. Az igen. Önök túlterhelt. Nem baj az. Na, én nem tudok felugrani.
Ez akarok ugrani a tetejére. Ér, hogy megpörkölj a valagadat, mi? Nem csak, csak lepüsta. Hát az is elég. Hogyha lefüstöl, mert izé. Attól is megy a HP. Ja. Pár szenet bevigyem? Addig. Bevigyheted le? Nálad elfér? Ó, nálam bőven elfér. Pakolgatom majd a fát befele folyamatosan. Még van nálam 106 fa. Az nice. Akkor én itt addig lecsicsilla. Én is azt csináltam az előbb. Leültem. Közösen leülünk? Közös ülés. Az a közös ülés. Ennyi. Jaj, megint megütöttem. A végén még ököl lesz, én baszod a kemencét. Hoppá. Mondom én! Szétbaszod! Nem ez volt a terv! Bocsánat! Várj, ahol a súrfagy van? Ott vannak sok pala. És nem lehet ugyanoda visszarakni? Útban vannak szerintem a fák. Várj. Hát. Most próbáld meg. Na, így, itt az előbb. Így. Helyes. Beteszegettem. Itt. Meg kell itt melegedni a tűz mellett. Hát igen. Már nem vagyok túl súlyban. Dobálja a szenet. Szenet dobáló, dobáló, dobáló. Szépen itt rohangálni. Közben teszem be a fákat. Always. EVP. Hogy gyilkoljuk halálra? Vicceltem. Beteszem a szenet, amit összeszedtem. Így. Akkor.
De amúgy föl lehet ugrani. Föl lehet. Vagy ha onnan hogy... szemből neki futsz. Hát így, innen oldalról. Onnan is. Ez ilyen fun fact. Ez ilyen fun fact, srácok, hogyha fölálltok a tetejére, akkor ki lehet gőzölni. Azt kigőzölöd magadat. Ki lehet gőzölni a balagatok. Igen. Be, még 17 darab van. Fából. Ezt így kidobom, mert most úgy sincs szükség arra 30 darabra. Van egy csomó is. Ennyi. A követ bármikor tudunk gyűjteni. Jó. Pontos cuccok legyenek most meg. Van 9-es új nálam. 14 darab van egyébként még. Nálam 68-es új. Félre nyomtam. Elkezdtem itt boxolni. Mike Tyson az egyes otthonán. Mike Tyson. Tak Myson. Ezen egy darab fa. Van még nálam jelenleg, de... A macs. Hogy a picsába alaptad szét azt a kurva kanapét? Kér vagy elveszni? Mondjad akkor mi a problémát? Lehet mondani. Mondjad, hogy mitől stresszelsz? Azt mondjad meg. Két darab van, basszus. Lehet azt elrakom amúgy már. Jó. Azt a 7 darab fát, aztán akkor annyi van amennyi. Ott majd kiég, meg utána majd úgyis lerakjuk az olvasztót, azt akkor jó lesz, aztán elkezdjük olvasztani. Srácok, tőletek most elköszönök, illetve elköszönünk, köszi a mai figyelmet, meg köszi, hogy itt voltatok. Legközelebb találkozunk, és sziasztok! Sziasztok! Nincs téredő, ne hívja senki, nincs mit mondanom.